elsősorban nem hadvezérként kezdte az 1848-49-es szabadságharcot, hanem hadimérnök, tehát hadiépítészmérnökként a komáromi várat erősítette meg, és nagyon jól sikerült ez a munkálatok sorozata. Ő irányította, vezette ezt a fontos megerősítési munkálatokat, mert januárban, amikor az osztrák hadsereg gyűrűbe zárta a várat, úgy gondolták pessimista katonatisztek, hogy 80-nál tovább nem tud ellenállni. 4 hónapig kitartott, sőt, a dicsőséges 49-es tavaszi hadjárat során az osztrákok vissza is vonultak a vár környékéről.